Üdvözlök mindenkit, szeretettel, Molnár F. Árpád vagyok. Ismét NAV bűnözés, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, korábbi nevén APEC. Volt egy műsor, amit többször megnéztem a VNTV-nek, Kállai Ildikóval készítették, akit oly módon húzott le az Orbán Patkányi NAV, mert meghirdette, hogy ő csinál ilyen kis kosarakat, ilyen kicsi tojástartó címen, ilyen kis kosarakat, kézműves termék, és valami mint 350 forintért darabját, hogy eladja, és ugye hát úgy tudni, hogy 5 darabot adott el összesen, azt is a NAV-nak, összebarátkozott vele, hát nem csak meghirdette a honlapján. Összebarátkozott vele két tróger vérszívó parazita ingyen élő féreg, ez Brigittaként mutatkozott be az egyik, két orbáni navos patkány, és összebarátkoztak vele, ugye az interneten keresztül, és rendeltek 5 darabot. Azért 5 darabot, hogy így meg tudják büntetni, végül is úgy lett aztán ugye ebből megbüntetve, hogy meg tudják büntetni egy 1,5 millió forintra, 1 600 000 forintra büntették. Miközben azért látjuk ugye, hogy amikor 10 meg 100 milliárdos rablások vannak, ilyen Questor meg egyebek, akkor ugye nincsenek ilyen nagy konspirációk, hogy ráállítjuk a nyomozókat a hétköznapi emberre, és akkor azért, hogy 5 kis kosárkáért, ugye, aminek az értéke nem éri el a 2000 forintot, más 1 600 000-re a rohadt anyját neki, nem? Milyen élvezeti, milyen jó a Fideszre szavazni, nem? Annak, aki bolond, antiszociális szociopaták, pszichopaták, idióták, ugye egy amerikai elmeprogramozó, aki a titkos szolgálatoknak volt hivatásos elmeprogramozója, rengeteg minden ma is azért nem fed fel, mert államtitoknak minősül, például Mark Phillips, aki ugye a világ eddigi leghíresebb elmeprogramozó titkos szolgálati filerét és szexrabszolgáját, aki miniszterelnökökkel, meg vezető, katonai vezetőkkel feküdt le, mint szexrabszolga Cathy O'Brien, ugye ők együtt élnek. És na ez a Mark Phillips is kitért arra, mire Drábik János, nyilván tőle függetlenül, meg én is, Drábiktól függetlenül, hogy az emberek mennyire bolondok, hogy mennyire feltűnő az, hogy nem természetes folyamat eredménye az, hogy ezekért a politikusokért, akik kifosztják őket, lehúzzák a gatyát, a bugyit róluk, azokért rajonganak, akik őket tönkre teszik, hülyének nézik, össze-vissza hazudoznak, és kifosztják őket, és akkor nekik jó, ha jut a morzsa, kis könyöradomány, mint moslék népi férgeknek, ugye? Na és tehát így erre emlékeztetnek például az Orbán rajongók, nem beszélve arról, hogy ugye a magyar bűnözők, a rendszer az ugye magyar rendőrök, azok magyar bűnözők, ügyészek, magyar bűnözők, bírók, magyar bűnözők, a tetején pedig egy cigány bűnöző áll, Orbán Viktor, aki a világ talán leghírhettebb cigány bűnözője. Az esetem is olyan volt, ugye hát mi ingyenes emberjogvédelemmel foglalkoztunk, bárki, aki hozzánk fordult, ingyen segítettünk, hosszú esztendőkön keresztül csináltuk ezt, egészen addig a pontig, amíg nem jött Tálai András, aki ugye a minden eddig idők leghírhettebb, Simicska se volt semmi, de mondjuk így nemzetközi hírben minden magyar idők leghírhettebb adócsalási vezetője, Vida Ildikót követte Tálai András, aki arról volt híres, aki nézte a parlamenti közvetítéseket, hogy Orbán Viktor haverjaként mindig Orbán helyett szólalt fel, Orbán mindig halaszthatatlan, borzasztó fontos ember távol létére hivatkozva a kérdésekre mindig Tálai András adta a választ, és az ő dolga volt, hogy Orbán Viktor büntetteiből, gigászi több ezer milliárd forintos büntetteiből kimossa ezt az adócsaló cigány bűnözőt, mint adócsaló magyar bűnöző. Hát ez volt nagyjából, ez volt a legfőbb elfoglaltság a Tálai Andrásnak ezóta, tehát gyakorlatilag a maffia vezér, a keresztapának a bűnszervezeti mosdatója volt, olyasmi kicsit, mint a maffia könyvelője, kicsit ahhoz hasonlít, vagy mint bűnöző önkormányzatoknál a jegyző. Tehát olyasmi volt ugye Tálai András Orbán Viktornak, ezért ő lett, mint pártember, a de sok hülye fideszes, a független Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetője. És azt, amit ingyenes jogvédelemre fordítottunk, azt a számlát azon a címe, hogy én nem fizettem, mert az én nevemen volt a számla, én nem fizettem, hogy TB,
Hát ugye a társadalom biztos egészségügy. Tehát lenyúlták az összes pénzt, ami jogvédelemre volt. Tehát olyasmi, mint ami a nyugdíjkassz, amit Orbán ellopott enyveskezű cigánybűnözőként az utolsó fillérig. És ugye ma már ilyen hétköznapja megkérdezik az embereket az utcán, akkor jó, nagyjából talán a fele azt fogja mondani, hogy nem számít arra, hogy nyugdíjas korára lesz már nyugdíj. Ugye, tehát azt is mondani, hogy a cigány útra, a szociopata cigány útra ment az ország. Olyan, mintha Magyarországot, hogy valami ijesztőt mondjak, mintha egy enyveskezű cigánybűnöző irányítaná, ami a földbolygó talán leghírhettebb cigánybűnözője. Aki azt mondja, hogy cigányozok, az kapcsoljon át a magyar televíziót, nézheti élőben, hallgathatja a cigányozást a migránsokról. Orbán Viktortól első kézből. Tehát a cigánybűnöző az, aki... amikor cigány követi el, magyar bűnözés az, amikor magyar. Migráns bűnözésről is beszéltünk, az pedig, amikor migráns. Ezek specifikus bűnözők, specifikus bűncselekmények, értjük. Például Magyarországon a magyar az egy csicska, korábban a Szovjetunió csicskája volt, aztán lett az imperialisták csicskája, most pedig egy cigány bűnöző csicskája többek között. TB. Nem vettem igénybe, tehát megpróbáltam magam is, én is 100%-osan leválni a moslék Orbáni bűnöző gangster parazita világhírhet cigány bűnöző államról maximálisan. Tehát nem vettünk igénybe semmilyen állami szolgáltatást, hiába is próbáltunk volna, ugye? De aki hasznos dologgal foglalkozik, nem parazitáskodik, vérszívóskodik, vagy bűnöző, ahogy a 10 gyermekes Orbán által kilakoltatott anya mondta, hogy a Faragó Ferenc Mihálynél nyilatkozta nekem, pár héttel ezelőtt, hogy csak a bűnözők. Tehát aki nem bűnöző, az nem tud megélni. Mert Viktor, te miattad van itt az ember, aki így nem, ugye, aki nem lesz bűnöző, ugye, és becsületből nem lehet megélni. Mert Viktor, te miattad van itt az ember, aki így nem, ugye, aki nem lesz bűnöző, ugye, és becsületből nem lehet megélni. És hát azért Magyarországon, ugye tegyük hozzá, hogy minden magyar idők legnagyobb külföldre menekülési hulláma. Az, amit előidézett Orbán és tállai moslék söpredék. Már 2014-re több mint 800 törvényt hoztak a diktatúráért, amit ugye emberjogvédő szervezetek megállapítottak 2014-re. Már ott tartott Magyarország. Ugye meghirdettük, hogy aki szeretné, hogy valami legyen az ő Magyarországon, akkor a gondolja ezt, valamit besegíthet. Volt egyetlen nagyobb adomány, hát az összes tartozásnak pár százezer forint, annak is olyan tizede. Az volt a legnagyobb adomány, meg volt ilyen 1000 forintos, 2000 forintos talán. Tehát a magyar lakosság úgy döntött, hogy ezt nem kell csinálni, úgyhogy nem is csináljuk azóta. De azért, ha valaki úgy gondolja, hogy mégis, tehát én ezt azért hatalmas szégyennek tartom. Tehát, hogy azért az ember tényleg, hogy engem is hányszor lecsuktak fogdába, egy-egy előállítás került 100 ezer, az egyik 93 ezer, a másik 109 ezer forint. Otthonvédelmi tudósítások hányszor vittek el bilincsben? Azért, mert 10 millió here magyar helyett kiálltam halálos beteg asszonyokért, idősekért, akiket ez a cigánybűnöző, ocsmány féreg, magyar bűnöző söpredék bandájával együtt utcára dobott. Miközben sok hülye magyar azzal volt elfoglalva, hogy az még kell, mert az egyik tartozott, a másik nem tartozott, de akkor még miért szült? Meg ilyen elmebetegek, mert a magyarok szerint az volna a legjobb, ha a magyarok egyáltalán nem szülnének, de ugyanazok az elmebetegek azt is mondják, hogy de viszont fogy a magyar, és hogy miért fogy? Hát azért, mert ennyire szociopata a magyar társadalom, azért, hogyha valaki nem szül, akkor azért kap, ha szül, akkor azért kap, és hogy miért nem számolt előre azzal, amikor, mit tudom én, gyerekeket kezdett szülni annak idején, ami nem régen még nagy dicsőség volt. És én is olyan környezetben nőttem fel, egy anti-orbánista környezetben, társadalomban, civilizációban nőttem fel, ahol a nagy család dicsőség volt, és ugye a Kádár rendszerben is végig azt mondtuk, hogy azokat tisztelni kell, és megtorlás is járt azért egy általános iskolással szemben is. Kifejezetten iskolaügy volt, hogyha egy általános iskolás valakit azért szólt meg, hogy mit tudom én, miért van a családnak 3 vagy 4 gyereke, mert az dicsőség. Értjük? Nem szégyen. Ezt egy cigánybűnöző hozta be az országba, azt, hogy szégyen, hogyha valakinek gyereke van. Értjük? Ez korábban dicsőség volt gyerekesnek lenni, és kiszámolhatott volna azzal, hogy Kádár Jánost a magyar történelem és a földbolygó jelenleg leghírhettebb cigánybűnözője váltja, aki bevezeti az országba azt, hogy szégyen gyereket szülni, és hogy aki gyereket szül, az viselje a következményeit, mert hát
az természetes, hogy egy cigány bűnöző mindent ellop, ami mozdítható, meg az is természetes, hogy a gyerekek, kisgyerekek meg ott olvassák az interneten, hogy úgynevezett felnőttek ott ilyen indorító moslék röfögéssel, disznó böfögéssel, okádással, hogy ők minek vannak a világon, és minek kellett őket szülni. Értjük? Ezért a lelki traumák gyártásánál járunk, hogyha a magyar lakosság iszonyatos, rosszindulatú, ocsmány szociopátiáját és bűnöző alkatú pszichopátiáját nézzük, hogy miért a legutolsó lett ez a nemzet néhány év alatt, és milyen könnyű átmosni az agyukat egyik irányból a másikba. A jó indulatot milyen könnyű maximális rosszindulattá változtatni. Tehát, hogy, de így viszont legalább abban van egyetértés, hogy nem kell segíteni senkinek, mert nekünk például már nincs miből segíteni. És ugye megkerestek külföldről is, hogy ne foglalkozzak a magyarokkal, hanem akkor meg, hogy nem kell kilakoltatásokkal foglalkozni. És hogyha meg valamivel kell, akkor azt nagyobb tételekben kell csinálni. Valamint azért azt is említem, akkor ezt is hozzácsapnám már, ugye, hogy tehát azért nem mindenki magyaros jellegű. Én is például hajléktalan lakott a lakásomban, nem kellett érte természetesen semmit fizetnie. Rábíztam, hogy ellenőrizzék a baptista egyháznak a legfelsőbb vezetőjével volt jóban, egyébként a személy, és abban is mondjuk az lett a következménye, aztán úgy odafigyeltek rá, hogy csinált félmilliós adósságot, stikába, titokba. Aztán ugye az is rajta maradt az emberen, tehát úgy, hogy egy ilyen cigánybűnöző által vezetett söpredék putri államban eljutottam odáig, hogy soha egy fillér adósságot nem vettem fel, anyám is mindig így nevelt. Tehát soha egy fillér se devizahitel, ugye foglalkoztam a devizahiteleseknek a problémájával egyébek, és akkor úgy el tudnak adósítani, és úgy, hogy közben kimennek az emberek, mindig mondták a magyarok, emlékszem nekem is, hogy hát ha nem tudjuk, akkor menjünk külföldre, na most elérték egyébként ezt is, ez a szociopátia lényege, hogy minden magyar idők, a magyar történelem legtöbb, békeidőben ráadásul, legtöbb külföldre menekült állampolgára, történt meg, és aki átlépi a határt, az összes ismerősöm, és már minden családban olyan, mint az irak-iráni háború, tehát, hogy minden családban van olyan, aki külföldre menekült, és hogy azoknak így mindenki mondja, hogy így egy csapásra, csettintésre megszűntek az anyagi problémák. A mindennapi problémák megszűnnek. Nem a segélyek miatt, hanem a munka, tehát, hogy érdemes elmenni dolgozni, és olyan fizetéseket kapnak, és vannak jogaik. Tehát ez a másik, ami nagyon meg szoktak lepődni, hogy vannak jogaik. Ugye a magyarok azt szokták röfögni az internet, hogy nem lehet tapéz, meg nem, mit kell, nem kell, meg ezt nem kell, azt nem kell. Mert ott még egy ilyen korábbi rendszer van, tehát a magyar korakapitalizmus, illetve a Kádár rendszer. Tehát, hogy jár tapénz, természetes, mert az emberek megbetegszenek, és nem azt kell csinálni, amit anyám is csinált, hogy lábon kihordta a szívizomgyulladást, vagy mit, és akkor, vagy influenzát, már nem tudom, és akkor egész életére beteg lett a szívja. Tehát nem ez a természetes, amit itt ilyen hibbant, antiszociális, szociopata, Orbán cigányista magyarok mondanak, hanem az a természetes, hogy igen, a magyar, az emberek felelősséggel tartoznak egymásért, és áldozatot kell vállalniuk egymásért, és amit én mindig mondtam, életükkel tartoznak. Na most én már segíteni nem tudok, életemet azt még adnám, de viszont most arra már nincsen keret, hogy mert én is el vagyok adósodva. De aki mondom, úgy gondolja, hogy akkor szeretné ezt valahogy visszaállítani, és mindezt úgy, hogy mivel én tényleg, tehát a cselekvő képességem az nem hasonlítható Kálmán Olgának a haverjaihoz, meg Bánó András sortüzes csontörőnek a haverjaihoz, amikor így beülnek, meghívják őket, és akkor bejelentik, hogy na ők most majd csinálnak egy honlapot, és akkor erre kérnek pénzt, gyűjtést szerveznek, és pillanatok alatt több millió forint összejön. Úgyhogy mi közben itt már telefonáljuk egymásnak, hogy láttad a misot, hát ez semmit nem csinál. Ugye azt mondták, hogy de majd ez nehéz munka, a korrupció, meg minden, és majd ők fél év múlva, és persze azóta se csináltak semmit. Tehát amikor ezek a példák, tehát amikor zéró tevékenység, tehát semmilyen munkát nem végeztek, de már is bereklámozzák a sortüzes csontörők, és azonnal van annyi hülye barom, hogy milliókat ömlesztenek azonnal. Úgyhogy semmit nem csináltak, és természetesen, mert az ember tudja, azóta se csinálnak semmit. Értjük? Tehát a semmire. És ez egy borzasztó rendszeres dolog, és ami valóban úgy van, hogy Magyarországon, ami viszont értékes,
És a legnagyobb teljesítmények vannak mögöttük, a legnagyobb üldözése, amit a Kálmán Olga, Bánó András, meg Sortüzes Csonttörő Söpredék hazáról a terrorista, terrorizmusnak hívják, büntető törvénykönyv, ugye, amit budaháziznak az ATV-ben, tehát terrorcselekménynek hívják, 2006, 14 szemlövés, 60 fejlövés, 147 bíróítéletből, ahol az áldozatokat bebörtönözték utóbb 143-ról, tehát a bíróítéletek 98%-áról kellett kimondani, hogy törvénytelen cselekmények voltak, mert az áldozatokat csukták le, nem az elkövetőket. Tehát amikor ezek a szándék bűnszervezetben folytatólagosan, hosszú éveken át elkövetett büntettek, maffia büntettek, Sortüzes Csonttörő propagátorai, követelői és szervezői, mint tudom én, budaháziznak például, hogy meghívnak mindenféle herét, akik csalás útján több millióra azonnal szert tesznek, és közben meg elvérzik az ország. Értjük? És közben megszűnt a jogvédelme azokhoz, ugyan bárki hiába fordul, azok eddig se csináltak semmit, eztán se fognak. A korrupció ügyében is annyira, mint ahányszor engem feljelentettek, most is jelenleg is Budapest több polgármestere tett feljelentést ellenünk, büntető eljárások folynak ellenem, hogy, és ezek majdnem mind egyébként otthonvédelmi ügyek, hogy miért tudósítottunk arról, hogy ezt a szemét, meg azt a nagy családot utcára dobta a polgármester. Tehát, hogy aki viszont úgy gondolja, hogy mégis érdemes volna valami nem annyira Sortüzes Csonttörőset csinálni a magyar lakosság ellen, és akkor az támogassa a projektet egy kicsit, 1000 forinttal, 2000 forinttal. De én azt azért mondom, tehát ez változatlanul, tehát ez azért a magyar népnek egy óriási szégyene. Tehát, hogy tényleg a hulladék, ami hulladék meg szar, ilyen Orbán, ilyen Gyurcsány, ilyen Feri. Éljen a magyar szabadság, éljen a Gyurcsány, éljen Feri! Éljen a magyar szabadság! Éljen a Gyurcsány! Éljen Feri! Tehát, hogy ezek a színvonal, tehát ez a színvonal, és hogyha beültetnek a Sortüzes Csonttörők parazita ingyenélő heréket, akkor arra milliók mennek azonnal, és hogyha ami pedig tényleg felmutatta az eredményt, és folyamatosan felmutatja meg egyebek, és politikai üldözésben, amit a Sortüzes Csonttörők és milliókkal agyon fizetett bűnbandáik 100%-osan elhallgatnak, arra semmit. Tehát ez a magyar nép szégyene, hogy az is, hogy az Európai Unió 28 tagállamából, most már csak 27, ugye Anglia kiválásával, hogy mindenféle mutatóban, emberi jogokban is, és az emberi jogokra való igényben is a magyar nép vizsgázott a legutolsó helyen. Ez óriási, ez egy történelmi szégyen, ez egy kollektív szégyen, ez nem az én szégyenem, hogy magyar állampolgárként, mert én a kevés kivétel között voltam és vagyok. Hanem ez a magyar, ez egy kollektív bűn. És beszélni kell arról, hogy vannak kollektív bűnök. Egy nép kollektív bűne. A kollektív bűn az a nagy átlagosításból kijön, amikor megnézzük, hogy nemzetközi felmérésekből, hogy például a magyar nép ebben is a legutolsó, abban is, emebben is, amabban is, és számos fő tekintetben a legutolsó. Aki úgy gondolja, hogy viszont azért legyen már valami, azért még egy darabig, vagy valami legyen, akkor az gondolja adakozva. Hát ha meg nem, akkor meg ott van Orbán Viktor, majd az segít. Köszönjük. Meg Gyurcsány. Ilyen Gyurcsány, ilyen Feri. Éljen a magyar szabadság! Éljen a Gyurcsány! Éljen Feri! Éljen a magyar szabadság! Éljen a Gyurcsány! Éljen Feri! Éljen a magyar szabadság! Éljen a Gyurcsány! Éljen Feri! Éljen a magyar szabadság! Éljen a Gyurcsány! Éljen Feri!